Eszterházi Podcast. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Eszterházi Podcast. Egy egyetem életében talán az egyik legizgalmasabb időszak az, amikor kiderül, hogy hány hallgatót vettünk fel. Nem is olyan régen derültek ki a felsőoktatási ponthatárok, így a mai epizódban beszélni fogunk a pontokról, a legnépszerűbb szakokról és a pótfelvételi eljárásról is. Vendégemmel, Kalóné Szűcs Erzsébettel, az egyetem oktatási igazgatójával, akinek nagyon köszönöm, hogy eljött ide podcastelni. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Szerintem kezdjük ott, hogy 1-2 évvel ezelőtt megváltozott a pontszámítás, de tulajdonképpen mi is változott meg? Igen, tavaly indult el a változás, a felvételi kormányrendeletet módosította a kormányzat, és ezáltal az egyetemeknek lehetősége volt meghatározni, hogy kérnek emelt szintű érettségit bizonyos szakokon, ha igen, akkor melyek ezek, illetve lehetőség volt megjelölni olyan ponthatát, pontszámot, ami alatt nem vesznek föl valamely szakon hallgatót. Ez nem volt kötelező jellegű, az egyetemekre volt bízva. Aztán volt még olyan apróbb kitétel is, hogy az egyetemekre bízták annak eldöntését, hogy a tanulmányi pontoknál az 5. tantárgyra teszek kritériumot az intézmény, és hát még néhány ilyen apró változás volt, de a zöme az az idei felvételi eljárásban volt. Ilyen megállapítás volt az intézményi többletpontok rendszere, amit eddig többletpontként jogszabályban nevesített a rendelet. Az idei évben már intézményi többletpontonként az egyetemek döntöttek arról, hogy milyen jogcímen hány többletpontot adnak a jelentkezőiknek. Én úgy gondolom, hogy az egyetemek éltek ezzel a lehetőséggel, de hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az biztosan, hiszen több mint 60 jogcímen biztosítottunk lehetőséget arra, hogy bizonyos igazolások bemutatásával, az e-felvételibe való feltöltéssel többletponthoz jussanak a jelentkezők. Nagy változás, és ez rendeleti szintű változás az idei évben, hogy a középszintű érettségi eredménye, a százalékos teljesítmény 2/3 arányban változott át felvételi ponttá. Ezáltal teljes mértékben megváltozott a felvételi pontszámok összetétele, intézményenként az intézmény többletpontok miatt más és más, illetve a középszintű érettségivel is, ha csak középszintű érettségie volt valakinek, nehezebben került be felsőoktatásba, mint az előző években. Ez azért most rengeteg változás volt, már csak az, amiről itt beszéltünk, de azért azt ugye tisztázhatjuk, hogy mi ezt minden hallgató magának a felvételén, akár az intézményekkel egyeztetve ezekről a változásokról mindenki tudott. Természetesen a beiskolázási tevékenységünkben nagy hangsúlyt fektettünk erre. Kezdetektől felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben lehetséges jelentkezzenek az idén érettségiző diákok emelt szintű érettségire, abból a tantárgyból, amit az általuk választott szakon előírt az intézményünk. Hiszen minden szakhoz általában egy nagy tantárgyi halmaz tartozik, amelyből az intézmények választhatnak, hogy mely tárgyból fognak számítani érettségi pontszámot. Az intézményünk is élt ezekkel a lehetőségekkel, ez megjelent decemberben a felvételi tájékoztatóban, már korábban közzétettük a honlapunkon, tehát a február 15-ig, amíg az érettségi vizsgára is jelentkeznie kellett a diákoknak, eldönthették, hogy tesznek-e, és ha igen, milyen tantárgyból tesznek emelt szintű érettségi vizsgát. Én úgy gondolom, hogy ez is befolyásolta az idei felvételi ponthatárokat. Nagyon sokat számított az idén a tanulmányi pont, mert ennek összetételében nem volt változás. A tanulmányi pont az a diák által a középiskolában az utolsó 2 évvéges osztályzatokból tevődik össze. Ez 5 tantárgy, magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és egy a diák által választott, vagy az intézmény által előírt 5. tantárgy. Mi az EKK-n bármilyen tantárgyat elfogadtunk 5. tantárgynak. Ezen osztályzatokat, 11-12. Évvégi osztályzatokat összesítjük, ennek a dupláját vesszük, és ehhez a duplához, ami így maximum 100 pont lehet, adjuk az érettségi bizonyítványban szereplő százalékos teljesítmények átlagát. Ez a tanulmányi pont. Miután itt egy az egyben számítódik minden érték, így magasabb értéket lehetett összegyűjteni tanulmányi pontként, mint annak, aki simán középszinten érettségizett, hiszen ahogy említettem, és ebből számították az érettségi pontját, ahogy említettem, ott a középszintű érettségének csak a 2/3 volt felvételi pontszám. És ugye megemlítetted február 15-ét, és akkoriban be is számoltunk róla, hogy azért elég szép számmal jelentkeztek ide az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre a hallgatók, a leendő hallgatóink.
Igen, tehát február 15 volt az érettségire való jelentkezés és a felsőoktatásba történő jelentkezés. Ez egy szerencsés egybeesés, nyilván nem véletlen, hogy azonos dátumot határoznak meg kormányzati szinten a két területre, mert el kell dönteni a felvételi eljárásban, hogy milyen tárgyból érettségizek. Valóban az adataink azok nagyon pozitívak voltak. Tavaly volt egy rendkívül kiemelkedő éve az egyetemünknek, amikor több mint 40%-os emelkedés volt. Ezt az értéket sikerült még túllépnünk, és mintegy 15%-os emelkedés volt a 2024-es általános felvételi eljárásban a jelentkezéseket tekintve. Több mint 7200-an nyújtottak be jelentkezést, a jelentkezések száma meghaladta a 12000-et. Ez azért nagyobb szám, mert minden jelentkező legfeljebb 6 jelentkezést nyújthat be összességében a felvételi eljárás során. Így jutott ez a szám számunkra 12000 jelentkezésre. És közel 4000-en első helyen jelölték meg az intézményünket. Tehát nagyon biztató volt a jelentkezési adat. Számítottunk arra, hogy a felvételiben is, vagy a felvettek létszámában is lesz némi növekedés. Persze itt egy bizonytalansági tényező volt, hogy az említett pontszámítási módok miatt elérik-e azt a minimum pontot, amit meghatározott az intézményünk. Mert azért a minőségi oktatás, felsőoktatás miatt mi továbbra is ragaszkodunk egy bizonyos pontszámhoz. Eddig jogszabály írta elő az előző évig, tehát 2023-ig, alaposztatlan és mesterképzésre 280 pont alatt nem lehetett felvételt nyerni. 2023-ban az intézmények dönthettek arról, hogy írnak-e elő minimum pontszámot, mi tavaly évben ezt a pontszámot írtuk elő. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy 2024-ben már a középszintű érettségivel kevesebb pontszámot lehet elérni, és miután az intézményünkben levelező tagozatra is sokan jelentkeznek, akik esetleg még a kétszintű érettségi vizsga előtt érettségiztek, mondjuk 2005-ben vagy azt megelőzően, ezért alaposztatlan képzésben a 240 pontot határoztuk meg minimum pontszámnak, ami alatt nem lehet felvételt nyerni, és a régen érettségizők miatt a levelező tagozaton a 2010-es pontot határoztuk meg. Ez azt jelentette egyébként a 240 pont, hogy egy korábban középszinten, vagy akár az idén középszinten érettségiző diák 4-es eredménnyel már nem kerülhetne be, ha nincs semmiféle többletpontra jogosító dokumentuma, ami miatt intézményi többletpontot kaphatna. Ez most azért elég szigorúan hangzik, de hát nem véletlenül vannak ezek az alsó ponthatárok. Így van. Nem minden intézmény él vele, ezért lehet a médiában olvasni olyan szakokról, olyan intézményekről, ahol valóban első hallásra furcsának tűnő pontszámmal bekerülhettek felsőoktatásba diákok. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a tartalmát végig kell néznie mindenkinek, végig kell gondolni azt, hogy milyen módon számítódhatott ki ilyen pontszám. Nyilván egy 100 és 200 pont, vagy esetleg még ennél is kevesebb pontszám, azért az már meggondolandó, hogy valóban olyan teljesítményre felsőoktatásban képes-e a diák bent maradni, és az sajnos számára is nagyon megtévesztő lesz, ha bekerül a felsőoktatásba egy nagyon gyenge középiskolai tanulmányeredménnyel, és az első fél évben már sikertelen. Ez így van, szerintem is nagyon fontos gondolat ez, hiszen nem egy, nem kettő hallgatótársam volt annó nekem is, aki lemorzsolódott sajnos, akár egy 2 éves képzés esetén is. Na de beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról, például arról, hogy eltelt ugye jó pár hónap, vártuk izgatottan a július végét, hogy kiderüljenek a ponthatárok, és hát el is jött ugye a pontot parti, itt tartottuk az Eszterházi téren az egyetem előtt, egészen sokan jöttek leendő hallgatók. Még ha nem is ide jelentkeztek a mi egyetemünkre, akkor is nagyon jó volt látni őket, ahogy izgulnak, mielőtt kijöttek a ponthatárok. Az egyetem vezetősége is részt vett ezen az eseményen, te is ott voltál, milyen élmény volt neked? Évek óta rendezzük Egerben a pontot partit. Kezdetben a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában, szervezésében indult el ez a fajta rendezvény Egerben, de úgy éreztük, hogy itt felsőoktatási intézmény lévén mindenképpen be kell kapcsolódnunk, úgyhogy már közös rendezvényünk évek óta, és évek óta már az Eszterházi tér ad helyszínt ennek a hát számomra rangos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokak által várt eseménynek. Én úgy gondolom, hogy a nagy izgalom minden diák életében. Én a
Hát jó néhány éve, évtizede érettségiztem, és adtam be a jelentkezésemet pont ide Egerbe, az akkor még Hosimin tanárképző főiskolára, és nagyon izgatottan vártam az eredményt. Nyilván akkor még internet sem volt, és ezért csak a postai küldeményből értesülhettünk hetekkel később a felvételit követően, hogy felvettek-e vagy sem az intézménybe, az általunk választott intézménybe, ahol csak egy helyre lehetett jelentkezni anno. Igen, ez egy történelmi időszak már. De visszatérve a idei pontot partira, valóban nagyon sokan részt vettek az eseményen, és izgatottan vártuk a 8 órát, amikor kiderültek, hogy milyen pontszámmal lehetett bekerülni az egyes felsőoktatási intézményekbe, és hát helyben lévén rögtön az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pontszámai villantak föl, és sokan örültek valóban, hogy bekerültek. Hát azért van jó néhány országos szinten, ha jól számolom, hiszen több mint 120 ezeren jelentkeztek, és mintegy 90 ezeren nyertek felvételt, tehát a jelentkezőknek a 25% országos szinten nem került be a felsőoktatásba, de hát majd lesz a pótfelvételi, vagy van a pótfelvételi, amikor még lehet ezen változtatni. Mielőtt még rátérnénk a pótfelvételére, azért maradjunk még a pont határhúzásnál, és beszéljünk egy picit arról, nyilván nem kérem, hogy minden pontunkat mondd el, de kezdjük ott, hogy 2700-an felvételt nyertek, akár ide Egerbe, akár pedig Jászberénybe, ami azért elég szép szám. Így van. Ahogy említettem, már a jelentkezési adatok is azt mutatták, hogy várhatóan növekedni fog a felvehető létszámunk. A tavalyi évhez képest mintegy 6%-kal többen, pontosan 2714-en örülhettek a téren, örülhettek volna, ha itt van mindenki, de ennyien sikeresen felvételiztek az intézményünkben, sőt, további 7 lendő hallgatónk nyert felvételt, hiszen saját jogon 2021 óta, mióta katolikus egyetemmé váltunk, és az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik az intézményünk, a hitéleti képzések közül a kántor alapszakot is tudjuk hirdetni. Tavaly már elindult a képzés, és az idei évben is 7 hallgató nyert felvételt a kántor alapszakra, így ha összességében nézem, akkor 2721 első éves diákja lehet szeptemberben az általános felvételi eljárás eredményeként az intézményünknek. Azt el kell mondani, hogy az összetételében, a felvettek összetételében van változás az előző évekhez képest. A felvetteknek mintegy 2/3 levelező tagozatos vagy távoktatás formában kezdheti meg a tanulmányait, és mintegy 1/3 lesz nappali tagozatos hallgató. Az előző években jellemzően fele-fele arányban volt a két tagozat egymáshoz képest. Azért ennek is megvan a maga oka, mert hogy minden változásban van, ezt azért már megszoktuk. 2020-ban a szakképzésben belépett egy új törvény, elindultak a technikusi képzések, amely a jogszabály szerint 5 évig tartanak. Tehát 2020-ban indult képzések alapján az idén szakképzésben nem érettségiztek, csak előrehozott érettségit tehettek a diákok, tehát ők nem kerültek még ki a szakképzésből, és nem nyerhettek felvételt a felsőoktatásban. Idén érettségizőkről van szó, akik zömében nappali tagozatos képzést szoktak megjelölni. Tehát most van egy űr. A felvettjeink, ahogy néztem az előző éveket, körülbelül 1/3 szakképzésből szokott érkezni. Korábban szakközépiskola, most technikumoknak nevezzük őket. Tehát ez a réteg most kiesett, és jövőre fog bekerülni a továbbtanulók halmazába, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is lehet indok arra, hogy nappali tagozaton, ha csak nagyon kis mértékben is, de csökkent a felvett létszámunk, és arányaiban eltolódott a levelező tagozatos létszám irányába. Nem véletlen az sem, hogy a levelező tagozaton pedig növekszik a felsőoktatás iránti kereslet, hiszen, ahogy említettem, a változásokat az előző években az egyetemek eldönthették, hogy emelt szintű érettségit kérnek-e a diákoktól, és az egyetemünk szenátusa úgy döntött, hogy az idegen nyelv szakok kivételével minden egyéb szakon elég az középszintű érettségi. Na most, hogy a felvételi pontja így elég lett a jelentkezőnek, az ugye kiderült a felvételi eljárás során, de nem kötelező az emelt szintű. Jó, ha van, mert azzal egy az egyben számítódik az emelt szintű érettségi százalékos teljesítménye felvételi pontnak, sőt, további 50 pontra is számíthat az, aki legalább 45%-ra érettségizett emelt szinten. A másik, ami a levelező tagozatos képzések irányában magyarázatot ad a létszámnövekedésre, hogy eltörlése került 2022-ben a nyelvvizsga követelmény a diploma kiadásához. Idegen nyelvet oktatunk az intézményünkbe, szakmai idegen nyelv
be van építve a tantervünkbe, de a diploma kiadásának nem feltétele a középfokú B2 szintű nyelvvizsga, mert jellemzően ez volt előírva, bizonyos szakokon két nyelvvizsga. És úgy gondolom, hogy azok, akik korábban érettségiztek, és idegen nyelvet alacsony óraszámban tanultak, nem rendelkeztek nyelvvizsgával, ha valaha is éreztek kedvet a felsőoktatáshoz, akkor az elmúlt évben, illetve az idei évben beadták a jelentkezésüket. És hát nyilván munka mellett már inkább levelezős képzésre. És hát meg kell említeni, hogy tavaly nyáron kijött egy rendelet, mely szerint azok számára, akik valamilyen pedagógus előképzettséggel rendelkeznek, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, szakoktató, vagy a régi főiskolai szintű pedagógia alapszakos diplomával, ők jelentkezhettek úgynevezett rövid ciklusú tanárképzésre, tehát tanári szakképzettség megszerzésére, amelynek a képzés ideje 3 vagy 4 fél év, attól függően, hogy milyen szakra és milyen előképzettséggel érkeznek. És ez a képzés akkor is ingyenes a hallgatónak, hogyha már nem rendelkezik azzal a bizonyos 12 támogatott félével, amit pedig a felsőoktatási törvény ír elő. Eddig most arról beszéltünk, hogy mire és hogyan jelentkezhettek, hogyan alakultak a pontok, de most beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen melyik szakjaink voltak a legkelendőbbek, a legnépszerűbbek a számok alapján. Sokszor elhangzik a médiában, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alapvetően pedagógus képzőintézmény. Ez a felvételi létszámainkon is meglátszik, hiszen közel fele a felvett hallgatóknak, pontosan 47%, ahogy kiszámoltam, pedagógus képzés képzési területre nyert felvételt. A pedagógus képzés valamennyi szintjén képezünk hallgatókat, egészen a csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus alapszakokon át az osztatlan tanárszakokkal, közismereti és szakmai tanárszakokkal, mesterképzésben az előbb említett rövid ciklusú tanárképzéssel, és hát itt van a neveléstudományi doktoriskola, mint a csúcsa a piramisnak, a legmagasabb szintű felsőoktatási képzési szint, amellyel lezárhatják a tanulmányaikat itt az egyetemünkön a hallgatók. Tehát legtöbben pedagógus képzésre nyertek felvételt. Ha ezen belül vizsgáljuk a felvett létszámot, akkor a gyógypedagógus, illetve az óvodapedagógus szakok vezetik a toplistát. Nagy számban Egerben is és Jászberényben is felvételt nyertek. Egyébként Eger-Jászberény viszonylatában azt kell tudni, hogy Jászberényben mintegy 340 fő nyert felvételt, a többiek Egerben, tehát mintegy 2400-an Egerben fognak tanulni szeptembertől, és Jászberényben zömében levelezős képzések indultak el, míg Egerben nappali és levelező tagozaton, sőt távoktatás formában is bizonyos szakokon tanulhatnak majd hallgatók. A pedagógus képzés mellett jelentős a gazdaságtudományi képzési területekre felvetteknek a száma, több mint 300 fő kezdi meg. Itt alapszakokon, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulhatnak a diákok, és már most állami ösztöndíjas képzésben is jelentős számban részt vehetnek. Ezt azért emelem ki, mert azért a korábbi években miniszteri rendelet határozta meg, hogy milyen pontszámmal lehet állami ösztöndíjasként tanulni bizonyos képzési területeken, és ide tartozott a gazdaságtudományi képzési terület. Hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor ezen a területen 400 vagy a fölötti pontszámot kellett elérni az állami ösztöndíjashoz. Most már nincs ilyen megkötés. Az intézménynek képzési területenként van egyfajta kapacitása, hány főt vehet föl állami ösztöndíjasra az egyes képzési területekre, és ez megoszlott az egyes szakok között. És meg kell említeni az informatika és a sporttudomány képzési területet, ahol szintén 220 meg a fölötti létszámban indulnak el a képzések összességében. Valamint a természettudományok területén, ahol nem annyira magas a hallgatói létszám, ha jól emlékszem, egy olyan közel 100 főt vettünk föl erre a területre az összes alapszakra együttesen nappali és levelező tagozaton, de ez egy 37%-os növekedés az előző évhez képest. Sokat hallunk arról, hogy a természettudományok nem túl népszerűek a diákok körében. Azt majd még elemezzük, hogy mi az oka ennek a jelentkezési kedvnek, de szívem szerint én nagyon örülök annak, hogy ezen a területen is több hallgatónk van már. Hozzá kell tenni, hogy új szakok is indultak, biológus mesterszakot indítottunk, és mind nappali, mind levelező tagozaton el tudtuk indítani. Vettünk föl hallgatót mind a két tagozatra, ezzel is növelve a természettudósok számát, és nem elhallgatva azt az intézményi törekvést, hogy egy integrált természettudományi doktori iskolát hozzunk létre, és ahová már az utánpótlás a geográfus mesterszak mellett a biológus mesterszakról is lehetséges majd a jövőben.
És ha már új szakok, akkor meg kell említenem a gazdaságtudományi és társadalomtudományi karon a mentálhigiénés kapcsolatépítő szakember mesterszakunkat, ami szintén el fog indulni szeptemberben, elsősorban levelezős képzésben. Meg kell említsük a művészeti és művészet közvetítői szakjainkat, elsősorban az alapszakokat, illetve van két osztatlan mesterfokozatot nyújtó szakunk is, a festőművész és grafikus művész, de a szakok közül a legnépszerűbb a tervező grafika alapszak, illetve a mozgókép kultúra és média ismeret alapszak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenül, hiszen olyan oktatói gárda tanítja a hallgatóinkat, amely már maga népszerűvé teszi, és az ország vidéki egyetemei közül mondhatom azt, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a legszínvonalasabb és a legnépszerűbb a képzés. És most ugye csak a legnépszerűbb szakjainkat említettük, de tulajdonképpen mennyi választása volt az ide jelentkező leendő hallgatóknak? Nagyon sok színű a képzési kínálata az intézményünknek. 11 képzési területen belül felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzéseket hirdetünk, és osztatlan képzésben nem csak a tanári szakpárokra kell gondolni, hanem van két művészeti képzésünk, ez a festőművész és grafikus művész. A képzőművészeti intézetünk gondozásában, a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon. Ez összességében egy 33 alapszakot, 17 mesterszakot jelent. Van 9 felsőoktatási szakképzésünk, 17 közismereti tanárszakunk és 2 szakmai tanárszakunk. A közismereti tanárszakokat mindegy 80 féle párosításban hirdettük meg, úgyhogy nagyon színes a képzési kínálata az intézményünknek. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik vonzó ereje az egyetemünknek. Hát van még jó néhány. Nyilván az infrastruktúra, a környezet, maga a város, ami nem elhanyagolható Egerben, nagyon sok diákot vonz. És én úgy gondolom, hogy az a családias hangulat, amiről a hallgatóink szoktak mindig beszámolni, az pedig egy elsődleges szempont itt az intézményben. Akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a változások, a pont variálások ellenére is ez egy jól sikerült beiskolázási kampány volt tulajdonképpen? Ezt talán rektorasszonynak kellene kimondania, de én úgy gondolom a saját területemet átlátva, nem kis erőfeszítéssel, de sikerült végigvinnünk ezt a felvételi eljárást is, mert nehezítette egy kicsit az egész folyamatot az, hogy az összes változás mellé kaptunk egy új programot is, egy új számítógépes programot, amelyet nem volt módunk korábban kipróbálni, úgyhogy most a felvételi eljárásban teszteltük és véglegesítettük is az adatrögzítéseket, úgyhogy nem volt kis kihívás ez a felvételi időszak, de mindezek ellenére egy nagyon sikeresnek ítélem meg. Azért felröppentek hírek a médiában is, volt egy-két hallgató, akit személyesen is ismerek, akik jelezték, hogy nem ment minden pontosan úgy, ahogy elgondolták, akár kimaradtak pontszámítások. Szerintem azért beszéljünk egy picit erről is, hogy nálunk is itt az intézményben volt egy pár hallgató, nekik most mi a dolguk, a feladatuk, hogyan lehet ezt kijavítani? Ahogy említettem, több mint 7200, tehát 7200 diák adta be, vagy jelentkező adta be a jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, több mint 12000 jelentkezés helyre. Ők átlagosan mondhatni 3 dokumentumot biztos feltöltöttek az e-felvételibe. Egyrészt átjöttek az adataik a 2006 óta érettségizetteknek az e-felvételibe, megkaptuk a nyelvvizsgabizonyítványok adatait, feltöltöttek intézmény többletpontra jogosító dokumentumokat, és meglepő, hogy mennyien jöttek egyházi fenntartású középiskolába, amiért nálunk többletpont jár, és egyéb jogcímeken is, tanulmányi versenyeken vettek részt, önkéntes munkát végeztek az intézményben. Ha csak 3 dokumentumon számolok egy jelentkezőnél, és azt minden jelentkezési helyre be kell rögzíteni, akkor az legalább 36000 dokumentáció és elbírálás és rögzítés. Ezeknek a rögzítésére május végétől volt lehetőségünk a programban. A felvételi irodában 3 főállású dolgozó dolgozik, látva a kihívást, ezért az egyetem más szervezeti egységéből, így a könyvtárból, pedagógus képzőközpontjából, innovációs irodájából is vontunk be dolgozókat, ügyintézőket, akik a rögzítést elvégezték. Nekik ezúton is nagyon köszönöm azt a maximális hozzáállást, azt a lelkiismeretességet, amivel elvégezték ezt a fajta munkát. És hát valóban egy kicsit futottunk az idővel, de sikerült úgy gondolom mindent rögzítenünk.
Tapasztaltuk, 25-en jelezték a 7200 emberből, hogy egy-egy pont lemaradt. Ők, akik jelezték, azonnal az oktatási hivatalba továbbítottuk az észrevételt, és kértük a pontszámítás módosítását. Én úgy gondolom, hogy a besorolási döntést, amit a napokban kaptak meg, a felvettek az oktatási hivataltól, már ez alapján kapják meg a diákok. Ha még valakiben felmerült volna az az érzés, hogy nem jól számolták a pontját, vagy nem rögzítettek olyan többletpontot, amit pedig a szabályzatunk előír az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, akkor nyugodtan forduljanak a felvételi irodánkhoz, a felvi@uni-eszterházy.hu e-mail címen, és jelezzék az észrevételüket, és orvosoljuk, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben jogos az észrevétel. Ez mindenképpen szerintem megnyugtató azoknak a diákoknak, akik esetleg most úgy álltak ott, hogy azt hittem, hogy több pontom lesz. Úgyhogy én is biztatok mindenkit, hogy ne engedjék el, jöjjenek, írjanak, vegyék fel a kapcsolatot, mert nagyon sokat számít az is, hogy ők is tegyenek ezért. És akkor beszéljünk egy picit arról, akiknek nem sikerült a felvételi, bár minden pontuk beleszámítódott, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, ugyanis bár az általános felvételi eljárás lezárult, most már megindult a pót felvételi eljárás is. Augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani a jelentkezést azoknak, akik nem nyertek sajnos felvételt az idei eljárásban sehová sem, vagy nem is jelentkeztek február 15-ig a felsőoktatásba. Meghirdettük a képzéseket, már most a felvi.hu oldalon, illetve az egyetem weboldalán is megtalálható, hogy mely szakokat. Alapvetően azokat a szakokat hirdette az egyetemünk, amelyek szeptemberben elindulnak, amelyre nyertek felvételt hallgatók. Ez arról az osztatlan tanárképzés kivétel, ott minden szakpárt újra meghirdettünk, akár vettünk föl hallgatót, akár nem. Az adott tanári szakpára be lehet nyújtani a jelentkezést augusztus 7-én éjfélig. Nagyon nagy örömhír, hogy vannak állami ösztöndíjas férőhelyeink is, igényeltünk és kaptunk is a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 255 támogatott férőhelyet a nyári pótfelvételire, de csak bizonyos képzési területeken. Ilyen az agrár, az informatika, a pedagógus képzés, illetve a természettudományok képzés területe, valamint ki ne hagyjam, a sporttudományok területe. Tehát 5 területen van állami ösztöndíjas férőhelyünk, ahol alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, vagy osztatlan tanárképzésre gondolhatunk itt, osztatlan képzésben lehet benyújtani állami ösztöndíjas helyekre kérelmet. A pótfelvételi eljárásban csak egy helyre lehet jelentkezni. És hát ide tartoznak az említett rövidciklusú mestertanári szakok, hiszen azok csak államilag támogatott képzésben vannak hirdetve az idei évben. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy esetleg azok, akik nem is jelentkeztek, vagy akik lecsúsztak, de szeretnének mégis a felsőoktatásban részt venni, azért tudnak válogatni szakokból még bőven. Így van, a honlapunkon nyugodtan tájékozódjanak, de dolgoznak a felvételi irodába továbbra is a kollégáim, és mindenről tájékoztatást tudnak nyújtani. Nagyon fontos, hogy azokon a szakokon, ahol van felvételi vizsga, ilyen a művészeti, művészetközvetítői szakjaink, a sporttudományok közül az edző alapszak, összes mesterszakunk, azokra a felvételi vizsga augusztus 22-én kerül sor. Erről majd a honlapunkon tudnak tájékozódni, illetve aki jelentkezést nyújt be, egy e-mailt fogunk küldeni. Nagyon rövid a határidő, hiszen 7-ig jelentkeznek. Az oktatási hivatal néhány napon belül közzéteszi az adatokat az intézmények számára, és a vizsgát le kell bonyolítani egy hosszú hétvége után. Augusztus 22-én lesz a felvételi vizsga napja, és augusztus 29-én pedig már kiderülnek a ponthatárok. Nagyon fontos tudni, hogy a ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint amit július 24-én megállapítottunk az adott szakokon, az adott finanszírozási formára vonatkozóan, tehát jó tisztában lenni a felvételi pontszámokkal. Van egy pontszámító kalkulátora az egyetemünknek, a felvételizőknek szóló oldalunkon, illetve az oktatási hivatalnál is van egy pontszámító kalkulátor, beírva az érdemjegyeket a bizonyítványból. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan tisztán lát a jelentkező, hogy az a szak megfelelő lesz-e, bekerülhet-e, mert nagyon fontos, hogy csak egy szakot lehet megjelölni, tehát azt már felelősséggel kellene, hogy ott a meglévő eredményeiből valóban elérhető az a pontszám, amit ponthatárként megadtunk. De hogyha túl sokan jelentkeznek egy adott szak, mondjuk állami ösztöndíjas formájára, ott van egy limit, egy keret, ahogy említettem, összességében 255 fő, de ez képzés területekre le van bontva. Ha túl sokan jelentkeznek, akkor pedig egy rangsort kell felállítanunk, és lehet, hogy a ponthatár magasabb lesz, mint a július 24-én.
Azért szurkolunk mindenkinek, aki ilyen formában szeretne felvételt nyerni az egyetemünkre, de biztos lesz olyan, aki vagy úgy dönt, hogy nem adja be újra a jelentkezését, vagy tartja magát ahhoz, hogy februárban sem adtam be, most se fogom beadni. Nekik mit mondanánk, hogy jövőre, hogyha meggondolják magukat, mert azért azt is elmondhatjuk, hogy, és ez személyes tapasztalat is, hogy én is mielőtt eljöttem a felsőoktatásba, dolgoztam egy évet, de aztán mégis beadtam a jelentkezést, hogy miért válasszák az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet jövőre. Én már szóltam róla az előbb egy keveset, tehát maga a képzési kínálat, az intézmény, a hangulat, a város, ezek mind olyan hívószavak, amelyek én úgy gondolom, hogy ha vidéki egyetemet keres valaki, akkor mindenképpen. Na most a helyben élő diákoknak pedig van egy örömteli hír, hogy ösztöndíjat biztosítunk számukra, plusz ösztöndíjat. Nagyon sokféle ösztöndíja van az egyetemünknek egyébként is. A kiemelt képzés terület a pedagógus képzés, ott nagyon sok ösztöndíjra számíthatnak a hallgatók, de a helyben élők, akik itt érettségiztek Egerben, vagy a másik képzési helyszínünkön, Jászberényben, ők számíthatnak, most már megemeltük az összeget, havi 20 000 forintos további ösztöndíjra. Tanulmányi ösztöndíjban legjobban tanuló, az adott szakon legjobban tanuló hallgató havi 100 000 forintra számíthat. Pedagógus képzésben, ha Pirker ösztöndíjra pályázik valaki, szintén havi 100 000 forintot kaphat. Ennek ugyan van feltétele, hogy a hallgató aláírja, hogy végzést követően, legalább addig, amíg az ösztöndíjt kapta egy egyházi fenntartású, az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési vagy szakképzőiskolában fog tanítani. Vagy dolgozni, mert hogy itt gyógypedagógia szakos hallgatók is pályázhatnak erre, és tanító és tanárszakos hallgatók. Ezen kívül olyan tanácsadó szolgáltatással is rendelkezünk, ami én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a hallgatók életében. Tehát kikerülnek a középiskolából, nincs osztályfőnök, aki megmondja, hogy hétfőn melyik tanterembe és hány, milyen órára kell készülni. A hallgató maga állítja össze a saját órarendjét, emiatt lehet, hogy az órákon különböző emberekkel fog találkozni, nehezebb baráti kapcsolatokat létesíteni. Van egy nagyon fiatal, zömében itt végzett, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett hallgatókból álló csapatunk, ez a Hallgatói Támogatói Szolgáltató Központ, amely mind tanulmányi ügyekben, mind pályorientáció tekintetében, mind mentális segítségnyújtást tud nyújtani a hallgatóink számára. Ez egy nagyon fontos tényező a hallgatók életében. A kollégiumunkat is említhetném, hiszen mintegy 800 kollégiumi férőhelyen rendelkezünk csak itt Egerben. Az egy részét már felsőbb éves hallgatókkal betöltöttük, de a most felvett hallgatóink is pályázhatnak még augusztus hónapban kollégiumi férőhelyekre. Itt azért megemlíteném, hogy még nem kaptuk meg az oktatási hivataltól, hogy pontosan kik kerültek be az egyetemünkre, tehát nincs még meg az elérhetőségük, de a hallja olyan hallgató, aki most nyert felvételt az intézménynek, nekik üzenem, hogy látogassanak el az egyetem felvettek menüpontjában a weboldalunkra, és tájékozódjanak, mikor lesz beiratkozás, mikor, meddig lehet kollégiumi férőhelyet igényelni, milyen pénzügyi kötelezettségeik keletkeztek, ha önköltséges képzésre nyertek felvételt, ezt hogyan lehet majd érvényesíteni, és nagyon sok tanáccsal, nagyon sok információval várjuk őket ezen a felvetteknek szóló weboldalunkon. És hát azt se hallgassuk el, hogy azért ez nem egy ilyen véges dolog, nem zárult le még senkinek a lehetőség, hiszen élethosszig tartó tanulásban bárkinek része lehet, akár itt az egyetemünkön is. Úgyhogy ha valaki most idén nem jelentkezett a felsőoktatásba, bármikor nyitva áll előtte az ajtó, bármelyik évben jöhet akár hozzánk, akár levelező, akár nappali tagozatra. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem nagyon informatív volt mindazoknak, akiket már felvettek, és mindazoknak, akiket még nem vettek fel. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és tudtunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, ez volt az Eszterházy Podcast. Eszterházy Podcast.